1983. április 20-án hunyt el Budakeszin Mezei Mária színésznő, kiváló művész. Farkasné, Fazekas Eszter, újságíró, riporter, Farkas Gyula, emeritus polgármesterünk elhunyt felesége, Farkas Dániel édesanyja az alábbiakat írta az In Memoriam Mezei Mária cikkében, mely akkor a Pest megyei hírlapban jelent meg. Budakeszi sem előtte, sem azóta nem látott annyi gyászolót, mint temetése napján. A Moszkva téről percenként indították a buszokat, a faluban rendőrök irányították a forgalmat, ők igazították útba ezrével érkező rajongókat. Hiába vontak kordont, a tömeg jó néhány sírt letaposott. Idős asszonyok érkeztek az ország távoli részéről, már kora délelőtt, a sírköveken üldögélve fogyasztották el az otthonról hozott szendvicsüket, s vártak órákat a tűző napon, a szertartás kezdetére. Mezei Mária fehér ruhában feküdt a koporsójában. Kedves kertjének virágait, az édesapja fényképét, az esküvőjén készült fotót, és azt a feszületet tették mellé, amely mindig vele volt utazásai során. Magával vitte az ő, mosolygós Krisztusát, a leghosszabb utazásra is. Aki nem fért a virágokkal elborított sírhoz, az másnap, harmadnap újra kiment a temetőbe. Láthatta, hogy rövidül a Nemzeti Színház koszorúján, a Nemzeti Szín szallag. Levágdosták az utolsó centi emlékbe. Fehér Ferenc, apám citerája. Valaha megvolt mind a húrja, valaha simább volt a fája. Valaha tiszta szívből zengett apám citerája. Zengett, mint nyári ilyen a búza, s panaszkodott téli esteken. Sírt, mint csöbb gyerekkel a bölcső, mint papír sír az ablaküvegem. Zsongott, mint barackfán a méhek, pengett, mint kaszapeng az üllőm. Olykor pattant egy húrja, s vénült, mint zúgó akácfák a dűlőn. Vénült, mint ősztájon az esték, fájában már 100 szú percegett. Nem is tudom, nem vettük észre, apánk haja is már őszesebb. Télestén, ha néha otthon járok, emlékeznék hangjainál, de hiába. Sötét padlássarokban hallgat apám asztali citerája. Vele hallgat a ház, a nóta, s a messze néző padlásszemek. Olykor, ha szél sír el a tető felett, jó húrjai még fölzengenek. S én hallgatom, mint mesét a gyermek, hallgatom, mint őspartot a víz. Nem tudok elszakadni tőle, így némán is vissza-vissza hív. Ijész Gyula, Széchenyi hídja, hány könyvet írt, és valamennyinél többet ér ez a híd, hogy él. Egy mondandón, mit nem papírlapokra bízott, ki észbe fogta és létrehozta egy derékeszmény járokát naponta. Napi örömöm ez a jó anyagba burkolt közölnivaló. Vigaszom lépnem e szép értelmű sok vason, egész mozgó testemmel olvasom. Kézzel érinthetek egy győzedelmet, ledönthették, amit ő megteremtett. Akár a jófa tőből újra serkett. Egész lényemmel értek valamit, valami boldogító igazit, így szól a szívhez. De hogy hal meg a gondolat, míg ember él a nap alatt, itt mindig híd lesz. Egy eszme, látod, itt örökre működik, mint egy csodaúra. Pedig csak ember volt, hány elbukás tudója, a felhúzója. Mezei Mária egy nagyon sokrétű személyiség volt, amellett, hogy ő egy díva volt, egy nagyon híres, nagyon szép színésznő, amellett egy nagyon mély emberi tartalommal is megáldott komplex személyiség. Erre az oldalára próbálunk ennek a hétnek a keretében rávilágítani. És a zsoltáros Mezei Máriát fogjuk boncolgatni ezen a héten, ami az ő vallásosságára szeretné ráirányítani a figyelmet. Ő ugye nagyon nehéz időszakban is felvállalta az istenhitét, akkor is, hogyha nem kapott szerepet, akkor is, hogyha a hátfejérbe szorították őt, és végig kiállt emellett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, és ez példa lehet a ma embere számára is. Mezei Mária élete utolsó bő évtizedében élt itt Budakeszin. Gondolom, hogy külön fontosnak tartja a művészetek barátjaként, hogy ápolják méltóképpen az emléket.
nagyon fontos, és nagyon szeretnénk, ha egyre többen a budakeszi lakosok közül becsatlakoznának ezeknek a hétnek a programjaihoz, mert valóban úgy van, hogy ez egy olyan kincs a településünk számára, amit ápolni kell, és minden évben megmutatni a lakosoknak, az érdeklődőknek, hogy Budakeszin ilyen kincsek, értékek is vannak. Csodálatos, amikor egy legendás színésznőről van szó, tehát eleve ők úgy is legendák voltak, hogyha nem csináltak volna semmit, hanem lett volna 3 filmjük, és abból már, attól már legendák, mert az egész egyéniségük sugározta azt, ami a filmjeiken is átjött, és ami az egyéniségüket csodálatosan tükrözte a magánéletükben is. Úgyhogy igazából én nekem azért nagyon legendás és bálványos ő, mert egy olyan erős jelenség, ami mellett nem lehet elmenni, és amit nem lehet kikerülni. A hangja, a megjelenése, a nézése ugye nagyon jellegzetes ő, tehát aki egyszer látta, az nem felejti el, mert annyira ott van az a kép, amit ő sugárzott, és az a nagyon-nagyon erős egyéniség, hogy nekem ő egy királynő. Ez a bizonyos egyéniség, ez tanulható, vagy legalábbis közelíthető, vagy erre csak születni lehet? Szerintem születni mindenképpen kell rá, tehát az, hogy ő honnan jött és milyen háttér az övé, az mindenképpen fontos, de az, hogy kikkel dolgozott együtt, milyen helyeken, az nagyon alakít egy személyiséget, és ő abból rengeteget vett le és tanult, és még egy nagyon fontos szerintem a kor. Tehát a kor nőideálja megkövetelte ezt a bizonyos királynői, szinte megközelíthetetlen, mégis valahol kedves nagyasszonyt. Úgyhogy ő ennek tökéletesen eleget tett. Jó megfigyelő volt, ez azt jelenti. Ide kapcsolódik a következő kérdésem, hogy a korral kapcsolatban, hogy Mezei Mária vajon ugyanilyen királynő, színész királynő lehetne ma azzal az egyéniséggel, amivel akkor rendelkezett? Nagyon komoly kérdés. A mai színész királynők egy kicsit mások. Nyitottabbak. Mert Mezei Mária úgy is királynő volt, hogy elvonult és bezárkózott, és csak azt csinálta, amit ő szeret. Ő úgy is királynő volt. Ma egy színész királynő ezt nem engedhetné meg magának. De feltétlenül ikon lenne ma is. De gondolom, hogy ez teher is egy színész számára. Nyilván igen, és ez nem is mindig jó, hogyha az embernek nincsen olyan arca, ami mondjuk egy új, és nem fér bele abba az ikonképbe, amit eddig sugárzott. Mert ez nagyon rossz, amikor saját magát teszi bele valaki egy ilyen dobozba. Az igazi kincseket felfedezni egyszerre nagyon könnyű és nagyon nehéz dolog is. Mert ugyanis könnyűvé akkor válik, ha figyelmessé tesszük az eszünket, a szívünket a jóra, és a gyémántot keressük, nem az üveget. Érték lehet bármi, egy mosoly, egy kedves köszönés, egy egyesületnek a munkája, egy barátság, egy város életében akár egy személy, akinek a munkájára, az életére, a tevékenységére büszkék lehetünk. Mezei Mária is egy ilyen érték, egy ilyen kincs. De ez a rendezvény is egy ilyen érték és egy ilyen kincs, ami fontos Budakeszi Város Önkormányzatának. A Mezei Mária kulturális emlékhét is kincs, mert színvonalas programokat kínál az évről évre növekvő számú közönségnek, és érték, mert ahogy említettük, egyik büszkeségünknek, Mezei Mária színművésznőnek állít emléket. A rendezvényhét minden évben a művésznő életének, munkásságának egy szegmensét emeli ki, egy szeletét ragadja ki. Ebben az évben Mezei Mária a zsoltáros időszakát ismerhetik meg jobban, a felnőttként hívővé vált Mezeit, mely egész életén át őt elkísérte. A II. Világháború gyötrő kínjai elől 1944-ben Mezei Mária a hegyek csendjébe menekült. Az újságok kétértelmű célzásokat tettek a művésznővel kapcsolatosan, azt kérdezgették, ez a Mezei miért is jár ennyit a Tátrába, biztosan van ott valaki. 3 évvel később válaszolt erre a művésznő a Filmszínház Irodalom egyik cikkében. Azt válaszolta. Hát igen, nekem valóban volt valaki, mondt, ott fenn a hegyekben. Valaki, aki ott lakott a csendes fenyőkben, a havas, hallgató csúcsokban, a jószagú rétegben és a metsző északi szelekben. Nekem valóban találkám volt ott fenn a hegyekben, találkám volt a jó Istennel. Én addig vártam és vártam rá, míg eljött hozzám,
és megajándékozott engem. A színművésznő hitének felvállalásából óriási botrány lett egyébként. Polgári reakciósnak, egyházi befolyás alatt álló személynek bélyegezték, és prózai színházban nem is léphetett fel. Ő ennek ellenére kitartott a hite mellett, ami azt gondolom, hogy egy olyan emberi nagyságot jelent, jelképez, ami a mai emberek, mai élő emberek számára is egy érték. A színművésznőnek a nevéhez ekkor ragasztották hozzá ezt az új jelzőt, Zsoltáros Mezei. 12 évnyi mellőzöttség után 1956-tól léphetett fel újra rangos szerepekben, és lehetett ismét prózai színésznő. A hite mellett végig kitartott, nem hagyta el, minden szereplés előtt keresztet vetett, úgy lépett a színpadra. A Zsoltár verses imádság himnusz, eredetileg az Ószövetségben található 150 vallásos ének gyűjteménye. Pontos meghatározása. Zenei kísérettel előadott dal, Isten dicsőítése hangszerekkel, amely az ő jelenlétébe való bejutást eredményezi. A Zsoltár az a szó, amivel az ember Isten keresi, és ebben az Isten keresésben a lélek feltárja magát Isten előtt tökéletes mélységig. Mezei Mária és a Zsoltárok. Mezei Mária 1944-ben a német megszállás után nem vállalt fellépést. Felmenekült a Tátrába és rátalált hitére. 1946-ban szerepelt újra a Belvárosi Színházban, de néhány év után a méltánytalan mellőzés lett a sorsa. Az akkori kultúrpolitika a Zsoltáros Mezeire nem tartott igényt. A kabarék, esztrádműsorok maradtak neki éjszakánként, hogy pénzt keressen. Bárokban énekelt sanzonokat, kísérője a szintén Margóra helyezett Cifra György zongora művész volt. Éjféltájban Adi istenes verseit szavalta, és Zsoltárokat énekelt a füstös félhomályban. Zsoltárok könyve, 137. fejezet. Babilon folyóvizeinél ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról megemlékezünk. A fűszfákra közepette odafüggesztettük hárfáinkat, mert énekszóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig vígdalra, mondván, énekeljetek nékünk a Sion énekei közül. Hogyan énekelnők az Úrnak énekét idegen földön? Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam az én jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad, ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vigasságom fejének. Super flumina, Thank you.
Nagy Gáspár, mai Zsoltár kivonat. Talán sosem találom meg, ha nem keresem. Aki keresi minden erejével és szorgalmával, az nem találja meg. Aki nem keresi, az belebotlik. De nem tudja, hogy megtalálta, mert csak járt kelt a világban. És akinek kezében vergődött, lehúnyt s vakszemekkel is látta, majd szabadon engedte. Ha nem keresem, az eltévedés kockázata egyre nől elém. Titokban azért várom, hogy vár, lesben áll fölöttem, mint ő a damaszkuszi sugárúton. Titokban csak a te hangod szól befelé, de senki sem hiszi visszatévedőnek. Amíg van, lapátolni kell a szabadságból, s gyönyörrel eltévedni a súlya alatt. Aki belebotlik, az végül hasra is esik előtte, imádja a pokolba emelkedve. Ha nem keresem, talán sosem talál rám. Lehúnyt szemekkel és szabad akarattal bármikor elveszíthet. If you ever plan to mortal vest, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It runs from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you pass through St. Louis and Champlain, Missouri, and Oklahoma City is mine to be. You see Amarillo, yeah, like New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget me, no, I keep that first. California trip. Get your kicks on Route 66. Your family.